településen 20-30 km úthálózattal rendelkezünk, ami a mi kezelésünkben van. Szeretnénk minél több utat felújítani, és ez az egyik projekt, amivel belefogtunk. Ez a Vásárhelyi út egészen az Eskanyarig fog új burkolatot kapni, illetve aszfalt burkolatot, illetve egy-egy méterrel megszélesítettük. Ez azért fontos, mert nagy a kerékpárforgalom, gyalogos forgalom. Utána még a pályázati pénzben maradt egy kis pénzünk, és szeretnénk folytatni a jövőben egészen a Rádió Emmái pláz strand bejáratáig, vagy ha olyan ajánlatot kapunk, akkor a Rózsakert büféig. Önerőből most 4 utat fogunk felújítani. Az egyik a Kandó Kálmán első szakasza, a 300 méter szakaszon kap új aszfaltréteget. A következő önerős beruházás a Teleki Sámuel út. Nagy örömemre lakosság összefogásával tudtunk 130 métert leaszfaltozni. Ezek a beruházások mind az üdülő övezet területén valósulnak meg, de más munkálatok is terve vannak véve, illetve elkezdjük pár nap múlva, például ilyen a Dankó Pista út, ahol 150 méter új aszfaltréteget kap a Vezér utca felől, megindulva, hiszen az a legrosszabb része a Dankó Pista útnak, illetve nagy igény mutatkozott a Botond utcának a kiszélesítésére, ez pedig a Rákóczi utcától a tó felüli részen valósul majd meg. Itt 50-50 centi út kiszélesítés fog megvalósulni aszfalttal 150 méter hosszúságban. Sor kerül a Körösi Csoma Sándor felújítására és útburkolat felújítására zúzott kővel, illetve a Teleki Sámuel 670 méteres szakaszát is a TÜKI dolgozói fogják zúzott kővel felújítani. Az üdülővezetekben soha nem látott fejlesztések zajlanak, nem csak utakat újítunk fel, hanem a vasúti átjárótól egészen a Vitézszurmai Dandár üdülőig fogunk 7-es darab buszmegállót letelepíteni, esőbeállóval a buszfordulót kivisszük teljesen az öbölig, hiszen maga az üdülő terület is azóta már jóval nagyobb területen fekszik, mint ezelőtt 50 évvel. A tavalyi év megmutatta, hogy a Rádió M Máj plázs milyen népszerű. Nagyon nagy volt az autós gépkocsi forgalom, a kerékpár forgalom, és ezért autóparkolókat tervezünk kialakítani. Most jelenleg engedélyezés alatt állnak ezek a tervek.